Több mint 14 év vagyunk jelen, nagyon fontos Momentum cégünk életében is, hogy próbáljuk magyar termékkel, magyar gazdákat itteni hazai fejlesztéssel kiszolgálni. Termékkínálatunkon pedig növénykondicionáló és lomtrágya, Szolvitis lomtrágya termékcsárunk találhatók meg. Nagyon kedvező volt a fogadtatás az első időtől kedvezően, hiszen ha belegondolunk, ezért egy 15-20 éve nem volt szükség még növénykondicionálásra. Tehát ez egy új fogalom volt, ami szükséges volt, hiszen ha belegondolunk, nem voltak ilyen időjárási anomáliák, nem volt talajban volt megfelelő szervesanyag, tápanyag, trágyázás, teljesen más technológia volt, mint olyan most szembe kell néznünk. Azt mondom, a mai helyzetben át kell gondolnunk, és igenis ezeknek a növénykondicionálásnak és a lombon keresztül tápanyag utánpótlásnak létjogosultsága van. Szóval belegondolunk, hogy milyen aszályos idők vannak, milyen őszi, kései kelés van, azt a növényállal igenis fel kell hoznunk arra a tavasz szintre, hogy mi tudjunk egy jó mennyiségű és minőségű terméket állítani, amiből meg tudunk élni utána. Új termékeink is vannak, itt abban a szegmensben léptünk idejében előre, több termékünk is kapott engedélyt, egyik a Génium, ez a termék, amiben kalászosokban, kukoricában és szántóföldi növényekben ott, ahol egyszerre van szükség növénykondicionálásra és nitrogénre, hogy megindítsuk, kicsit tuningoljuk a növényeket, ott nagyon jó pozitív tapasztalatok vannak, és hektár költség tekintetében is pozitív visszajelzéseket kaptunk. Másik új termékünk pedig a talajkondicionáló, azt most egy hónapja kapta meg a hivatalos engedélyt, szántóföldi kultúrákban lesz használható. Nagyon fontos az, hogy a tápelemeket is a helyén kezeljük. Tehát mai világban én azt gondolom szakmailag, hogyha csak egy NPK-t juttatunk ki akár, és ezeket a lombon keresztüli egyéb anyagokat, melyek jelentősen hozzá tudnak járni a stresszkezeléshez, abba, hogy olyan tápelemeket vegyen fel, ami nincs a talajban, az alapvetően fontos és megtérülő. Mint tudjuk, a Humanis Kft. Már évek óta együttműködik az Agroma Kft.-vel, az ilyen bevotok során is. És mit lehet elmondani az idejéről, tehát a vegetációnak ebben az időszakában hogyan lehet értékelni a látottakat? Nagyon pozitívnak ítélem meg az itt látottakat, tehát jól látszik, hogy a fajták tekintetében is nagyon szép búzákat, árpákat, kalászosokat láthatunk itt. A több éves együttműködésünk az mindig egy szakmai alapon működik, hiszen itt maga a cég is használja ezeket a termékeket technológiai szinten. Rengeteg gazdálkodó van, akik évek óta használják a technológiánkat. Az itt alkalmazott technológia kiválasztásán idejében a költséghatékonyságot tartottuk szem előtt. Tehát ha megnézzük azt, hogy tavasszal milyen gabonárakkal kellett nekünk kalkulálni, ahhoz, hogy ez megtérülő legyen, ott bizony szívünkre tejeve a kezünket, nem tudtunk azokkal a technológiákat feltétlenül kiajánlani egy maximális szinten, amit elbírt volna az a költségszint. Tehát ennél a technológiánál itt most a kondiszol növénykondicionálunkat használtuk, egy 5 literes dózisban a kezdeti időszakban, itt egy nóduszos állapotban, gyomirtáskor, illetve cinket raktunk még mellé. A cink, a réz az, ami a kezdeti időszakban a bokosulást nagy mértékben tudja növelni. Erre van egy új termékünk is, ami egy 3 éve került bevezetésre. Nagyon jól fogadták a gazdák, ez a Solvitis Mikrokomplex néven érhető el. Nagyon jó árértékarányú, és gabonában 1-2 literre a kezdeti időszakban alkalmazva látványosan hozzá tud tenni a fenológiához. Későbbiekben az itt alkalmazott technológiában pedig az új termékünket, a géniumot, nitrogén és huminsavas magnéziummal, kénnel megtámogatva. Ennek pedig alapvető célja az, hogy ebbe a későbbi fázisban, mikor már a kalászolás kezdetén járunk, mikor már az ászlós levél kiterült, akkor tudjuk biztosítani a fotoszintézisnek a nagyfokú fenntartását, az, hogy legyen kraft a növényben, az, hogy tudjunk minél több szervesanyagot beépíteni, és az, hogy ezeket a most jelentkező asszálytüneteket, hiszen mint látjuk itt is 130 mm-es hőeset év elejét, egy nagyon száraz perióduson vagyunk túl, ilyen szépen tudják ezek az állományok átvészelni.